Üdvözöllek! A Windowsban a fájlok és mappák törlésének kétféle módja van. Az egyik, amikor nem törölik őket véglegesen, ilyenkor a lomtárba kerülnek, és a másik mód, amikor véglegesen törlődnek. Ilyenkor a visszaállításuk már jóval problémásabb, mint a lomtárból. Ez úgy működik, hogy kijelölünk egy vagy több fájlt vagy mappát valamilyen fájlkezelőben, és a Delete gombbal töröljük, ekkor a lomtárba kerülnek, vagy pedig a Shift-et lenyomjuk és nyomva tartjuk, majd a Delete-et megnyomjuk, tehát a Shift plusz Delete billentyű kombinációról van szó, ebben az esetben véglegesen törlésre kerülnek. Próbáljuk ki, Delete, eltűntek a fájlok, de hogyha elvándorlunk a lomtárba, megnyitjuk egy dupla klikkel, vagy pedig kijelöljük és Enter. Ez ugye alapesetben az asztalon van a lomtár ikonja, és akkor itt vannak a fájlok. Hogyha valamelyiket kijelöljük és jobb egér visszaállítás, akkor ez visszaállításra került az eredeti helyére. Hogyha kijelöljük mindet, nyomva tartva a belegeret, jobb egér visszaállítás, akkor szépen visszakerülnek ide. Ez így működik, meg használható is, és célszerű is használni abban az esetben, amikor nem vagyunk teljesen biztosak abban, hogy valamire még szükségünk lesz, ilyenkor nem véglegesen töröljük, hanem csak szimplán, és akkor a lomtárba kerülnek. Csak elég gyakran az szokott történni, hogy megfeledkezünk ezekről a fájlokról, és a lomtárunkban egyre több szemét halmozódik, amik persze ugyanúgy helyet foglalnak. Most akkor ezeket lomtárba teszem. Ilyenkor jobb egérrel kattintunk egy üres területen, és akkor lomtár ürítése a lomtárban, vagy pedig, hogyha a lomtár nincs megnyitva, akkor itt az asztalra elvándorolva kattintunk rá jobb egérrel, és lomtár ürítése. Na de van ennek egy egyszerűbb módja, ami még ráadásul jelzi azt is, hogyha valami szemét van a lomtárban. Ez a Minibin névre hallgató program, hogyha erre rákeresel, akkor az eredeti oldalon én nem találtam meg, ami egyébként ez lenne, de például a Softpedia-ról letölthető itt van. Erről lenne szó. Kattintunk rá, és akkor ide a downloadnál kattintva ez letölthető, de én ezt már letöltöttem. Itt van. Elindítom a telepítőt, Next. Elfogadjuk a használat feltételeit. Van egy ilyen, hogy teljes rendszer integráció automatikusan elindul minden felhasználónak, és megjelenik a vezérlőpult programok telepítése és törlése részben is, tehát egyszerűen tudjuk törölni. Ezt bejelölve lehet hagyni, vagy nem, kinek melyik a szimpatikus, be tudjuk állítani, hogy hova kerüljön telepítésre. Most én hagynám ezen, hogy ezzel ne menjen az idő, és akkor telepítés. A readme-t el tudjuk olvasni, de most az nem kell, viszont az igen, hogy induljon el, és akkor finish. Itt alul megjelenik a tálcán, mutatja, hogy van benne egy kis szemét. Jobb egérrel kattintunk rá, akkor itt van több lehetőség. Konfigurálás részben van egy ilyen, hogy mi történjen a dupla klikre, ürítse ki a lomtárat, most ez van bejelölve, vagy pedig nyissa meg. Ezt is ki tudjuk választani, kinek melyikre van szüksége. Ilyenkor dupla klikkel erre az ikonra megnyílik a lomtár, de lehet azt is választani, hogy ürítse ki a lomtárat. A duplán klikkelünk erre az ikonra. Rendszer integráció, megerősítést kérjen, amikor kiürítjük a lomtárat, vagy sem, most nem kér. Hangok engedélyezése, illetve folyamatjelző, a lomtár ürítés folyamatjelző engedélyezése, illetve különféle ikonokkal is tudja jelezni, hogy valami szemét van a lomtárban. És tulajdonképpen ez így ennyi, ez így mindig itt fut nekünk, és akkor mutatja, hogyha szemét van a lomtárban. Innen el tudjuk érni a lomtárat, a jobb egérrel kattintunk és Open, és akkor itt van. Vagy ha duplán kattintunk rá, akkor kitörli a lomtár tartalmát. Most nem kért megerősítést, mert az a lehetőség nincsen bejelölve. Aki bizonytalan magában, az bejelölheti itt a rendszer integráció részben. És akkor kitörlök valamit, mondjuk ezt. Dupla klik, és akkor rögtön megkérdezi, hogy biztos benne, hogy végleg törli ezt a fájlt. Igen, vagy nem. Ha nem rekattintunk, akkor megmarad a lomtárban, amit ő jelez is. Hát ez tulajdonképpen így ennyi. A világot megváltani biztosan nem fogja, viszont egy kellemes és hasznos kiegészítő. Egyrészt látjuk, hogy valami van a lomtárban, másrészt a lomtárat jóval egyszerűbben el tudjuk érni, és ki is tudjuk üríteni egy szimpla dupla klikkel. Hát igen, most rákérdez, én ezt ki is kapcsolom. Konfigurálás rendszer integráció, ne kérjen megerősítés, dupla klik, és már is kiürítettük. Nem kellett nekünk az asztalra elvándorolnunk.